A kedvencem a sivatagi show volt, Na, és az ott az mindig, jó, az mindig jó. néztem, hogy a ragadozók hogy ejtik el az áldozataikat, és én azt játszottam a bölcsödébe, hogy ugyanazzal a taktikával elejtettem a többieket, és így fogtam a számmal a nyakukat, ahogy a izé csinálta hát, a pár, és akkor úgy gondolták, hogy ö, azt hiszük, hogy Tibike az még nem való közösségbe, és hát mondjuk nagyon igazuk volt, mert még most sem. Édes hármas! Édes egyedül unalmas beszélgetni. Kettens nasz Na de hárman? Édes hármas. a tillával. Köszönjük a hallgatókat. Ez a 92.9 Spirit FM, benne pedig a hárman párban és két zseniális mai vendégem. B. Nagy Réka, vlogger, youtuber, énekes, dalszerző, és majd még soroljuk tovább, illetve Trev kapitány, aki szintén énekes zeneszerzőként a legismertebb, de beatboxer, és majd itt is kifejtjük még, hogy pontosan mi. Néztem egy videódat, a csapjunk bele, ahol egy 30 faktoros készítet naptejet készített egy hölgy, és így lát, éreztem benned, hogy te egy küzdesz a hülyeség ellen, tehát hogy próbáltad el, elhárítani ezt a dolgot, és így elmagyarázni az embereknek, ez miért nem jó. Igen, és egyébként sokan azt mondták, hogy miért nem próbáltam ki a videóban. <laughs> és így most komolyan, tehát hogyha látod, hogy valami hülyeség, akkor miért próbálnám ki? Pont azért beszélek róla, hogy ne próbálják. Így igyekszem felhívni az emberek figyelmét az ilyenekre, mert TikTokon vagy bármilyen helyen annyira be lehet dőlni az ilyen különböző hackeknek, -hack DIY, mit tudom én, bárminek, hogy rengeteg hülyeség terjen az interneten. Pedig kipróbáltad volna, hogy bekened magad, és akkor mondod, hogy Látjátok? Nem jó. Érzem, hogy nem 30 faktoros. De hogy elválták volna tőlem ezek szerint, hogy én kimenjek a napra, és direkt leégessem a bőrömet. Ja, hogy ők hát hogy ilyen típusúak konkrétan. voltak ezek a trendek benne, és így hát, ilyen vagyok, vagy mi? <laughs> igen, mondjuk ez <laughs> nem lett meg. De igen. ezeket nem is értem. Tehát, hogy ez, és ezzel azért milliós nézettséget, hogy nem tudom, produkálnak, és haladnak előre spirálmélettel. Na mindegy, az értetetlen dolgokkal azért én így tele vagyok a fejembe. Például azt nem értem, Trepp hogy óvodában miért küldik el az embert? Nekem ez egy ilyen fogós kérdés. Ja, mert hogy ezt is tudod, hogy engem elküldtek a vadából? Nagyon felkészült vagy. Ezért, engem azért küldtek el, mert azt találták ki, vagy azt mondták, hogy indigó gyerek vagyok, most én kémikus, fizikus szülők gyermekeként, tehát ők ezt annyira nem vették így komolyan, és akkor mondták, hogy persze, és akkor elmentem egy másik óvodába. Lehet, hogy annak köze volt hozzá, hogy úgy viselkedhettem, mint bölcsődébe, ahonnan szintén elküldtek, hogy én gyerekkoromban izéket szerettem nagyon ezeket a dokumentumfilmeket nézni, nem is a rajzfilmeket, és a kedvencem a sivatagi show volt. Hát és az ott nagy mindig, jó, az mindig néztem, jó. hogy a ragadozók hogy ejtik el az áldozataikat, és én azt játszottam a bölcsödébe, hogy ugyanazzal a taktikával elejtettem a többieket, és így fogtam a számmal a nyakukat, ahogy a izé hát csinálta a geppár, és akkor úgy gondolták, hogy azt hiszük, hogy Tibike az még nem való közösségbe, és hát mondjuk nagyon igazuk volt, mert még most sem. De igazából az a szerencsé, hogy akkor nem volt meg YouTube. Tehát, hogy valaki nem tudta fölvenni, hogy utána ezt fölrakja, és így meg tudjuk most nézni. hogy Ezt TikTokon, ez trend videó lett volna. Hát az biztos. Hallod, lehet meg kéne most csinálna a felnőtt igen. Akkor aztán nagy trend. Jó példát mutatnál egyébként az obodásoknak. Egyébként a ha már így, így a, a meséknél, vagy a fiataloknál tartunk, azt tudjuk, hogy Harry Potter mániás vagy. Ez most a 21. születésnapi videó dóta tudja az egész világ. Ez egy ilyen nagyon régen kialakult, egy ilyen vonzalom. Ö, az első igen. résztől kezdve. Én gyerekkoromban, én nagyon szerettem olvasni gyerekkoromban, és ugye megkaptam a Harry Potter könyveket, és hát teljesen beszipantott magával az egésznek a világa, és hát ez azt hittem, hogy majd kinőm, de ez megmaradt, és azóta több tetoválásom is van Harry Potter-es. és sokan szoktak ugye tőlem kérdezni, hogy, hogy mert hogy mit tudom én itt, meg itt mi történt, vannak azok a fanok, ugye, akik mindent tudnak részletesen a könyvből. Én nem ez a fajta vagyok, aki most úgy, hogy a 365. oldalon abban a sor mi történt, vagy mit írt le az író, hanem én az vagyok, aki ebben a világba szerelmes. És annyira sajnálom, hogy nincsen egy Harry Potter sorozat. Hát a... Szomorú igen. vagyok. Mi is nagy Harry Potter fanok vagyunk otthon, csak ez volt De a le, házja, Komolyan? Hát minden fantázia nem érződik az arculatunkon a tudásban, hogy koboldok <sukl> vagyunk, meg ilyen izék. Hát én, én imádom a fantazit. Én abba a világban menekülök szerintem, mióta az eszemet tudom. Mióta kinőttem azt, hogy embereket ragadok el. <sukl> <sukl> Bármikor berakom az avatárt, képes vagyok három órát ott ülni előtte. Tehát számomra pedig az, hogy az életfájával, és a többi, tehát az ja, meg egy hát olyan igen. mese, az a. Hát avatár, meg igen, abszolút. Igen. kicsit Kolumbusz Kristóf története átültetve, Hári Jánososan. Abszolút, és nagyon várom azt, hogy egyszerre csinálták meg a második, harmadik és negyedik részt, amit elvileg most összekezdnek ja, majd kidobni. Azt én nem tudtam, hogy megcsináltak még három részt. megcsinálták, úgyhogy most a, vagy megcsináltatta, úgyhogy most a második rész az elvileg ősszel már jönnie. Yeah. Igen, a nagyon várom. Igen, és utána pedig a harmadik, de hát ne csináljunk neki reklámot, nem is az anyag. De yeah. már, ha a gyerekkornál tartunk, alapvetően a Budapestre költözés az 2010-ben volt neked először. Durván, igen. Utána ez megszakadt, eleged lett a fővárosból, vagy visszavonzott a, a, a keneti, vagy a szegedi élet, vagy nem tudom, a, a, a régi élet? Hát valójában az történt, hogy viszonylag hamar, 14-15 évesen kerültem bele ebbe a hip-hop szubkultúrába, így a beatbox, meg a freestyle rappelés miatt, és leginkább a beatbox alakult úgy, hogy abba emelkedtem úgy ki jobban a többi szubkultúra képviselő közül, és viszonylag nagy sikereket értünk el, például, nem tudom, aztán 18-19 évesen az osztrák országos beatbox versenyen, ott mi zsűriztünk az akkori beatboxban. De angolul, tehát nem tudtam semmit így németül meg semmit, és... És akkor nekünk nagyon jól ment viszonylag, tehát így mentünk Olaszországba, Belgiumba, meg csomó helyre turnézni, és itt Pesten is nagyon sok koncertünk volt, és leginkább ilyen fogcsikorgatós, kopogós, minimál bulikon, <laughs> és tényleg nagyon, 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 sok bulink volt, és akkor mi azt hittük, mert még nagyon gyerekek meg fiatalok voltunk, hogy ez örökké így maradt, és akkor is nagyon szociális voltam, és akkor azt csináltuk, hogyha lement egy buli, akkor fogtuk magunkat, és köszönés nélkül elmentünk, meg gondoltuk, hogy ez milyen menő, ez majd a védjegyünk lesz, és hát ez azt eredményezt, hogy egy idő után meg aztán nem lettek bulik, <gül> <gül> és akkor így, így kerültem vissza Szegedre, és akkor hát így lényegében így kezdett el megszületni a dásódráz, és aztán, aztán úgy kerültem aztán amiatt vissza Budapestre megint. <hállt> Réka, a 14 éves korodban már gyártotta uh, gyártottál tartalma, vagy már akkor már volt az a próbálkozás. Akkor kezdtem el, de utána ezt abba volt a Volt egy szünet szintén, igen. Igen, mert ugye nem volt akkor még ennyire menő ez a youtube a fiatalok körében és utána, szerintem most már én öt éve, hogy öf, rendszeresen készítek tartalmakat az internetre. Ami az nagyon nagy meló, nem? Egyébként igen, és úgy örülök, hogy ezt mondod, mert mindenki leszokta ezt nézni, hogy milyen hát én... kis kellők vagyunk, ne, és nem csinálunk kellene. semmit, mert most érzem azt jelenleg egyébként, hogy annyira sok videót készítettem már, hogy most fogalmam sincs, hogy mit fogok csinálni például erre a hétre, mert azt érzem, hogy ugye rengeteg kreativitást igényel, hogy mit vegyek fel, miről készítsek, videót. Hát meg megvágni az egész megvágni, meg, be, hogy megvágné, meg ö, annyira kiadjuk magunkat ugye az embereknek, hogy óriási támadási felületet szolgáltatunk nekik ezáltal, és ö, rengeteg negatívat kaptam az elmúlt időszakban. Mi, de de hogy kicsit... mire fel? Vagy csak úgy? Mindenre! Hogy mindenre, lehet de, mindenre. Mégis azt mondod néhány riportodban, hogy még mindig úgy érzem, hogy nem csinálok elég tartalmat. Igen. Ez holott, így igaz. Holott napi szinten szinte. És mi lenne az elég? Ugye ezt többször megkérdezték, ebben de... Nincs olyan, hogy elég. Oké, okay. de akkor, néha, akkor visszakérdezem. Az én koromban már lehet ilyen kérdést feltenni, hogy a kevesebb néha nem több. Az a baj, hogy ez már szerintem így teljesen elmúlt. Ez, ez nem. Szerintem, hogyha Ugye? nem vagy folyamatosan 0-24-ben jelenlét, jelenleg az Aha. a social médiába, akkor, akkor egyik pillanatról a másikra kb. eltűnhetsz az Instagramról is, mert hogy nem fog úgy már beajánlani. Az embereknek nem, nem dob a for you page be stb. Hát, stb. például, meg alapvetően, hogy ez, ez ezekre, leginkább ezekre a social médiás felületekre igaz, szerintem mert ugye mondjuk rádióban, meg tévében, ha vannak kapcsolat, akkor úgy is betesznek, és egy idő után belemossák az emberek agyába, hogy létezel. De hogyha tényleg ő függetlenül próbál az emberi talpara, vagy itt maradni, és akkor saját tartalmakat gyárt egy saját Nagyon platformon, nehéz. az tényleg olyan, hogy, hogy egyfolytában át tud étnek kell enni. meg szerintem alapvetően nem tudom, hogy a többi freelancer szakma hogy alakult így az országban, de hogy ilyen session zenészként, mert ugye azt csinálom én még sokat, hogy másokat kísérek, ott is az van, hogy én nem léptem ezt ugyan meg, de másoknál láttam, hogy mit tudom én, valaki azt gondolja, hogy most kicsit visszább, megy, vagy csak nyáron megmer egy olyat lépni, hogy elviszi a, a mennyasszonyát, mit tudom én, egy júliusban egy ilyen, mit találtak, ilyen lakókocsis útra, mm -hmm. és konkrétan érted, eltűnik két hónapra hívnak helyette egy helyettes, betanulnak egy új műsort, és már ő lesz Helt a fura forma. Igen, tehát, hogy konkrétan itt, itt, itt ne, nem lehet így kilépni egy de, ne, nem, Igen, mind. nem lehet. Igen. Nem nagyon lehet. És az a legnehezebb, hogy onnantól kezdve, hogy belecsöppentem ebbe a világba, ha elmegyek bárhova, akkor nem az van, hogy kikapcsolódok és jól érzem magamat, hanem az angolnak azok, hogy jó, itt milyen tartalmat tudok készíteni. Mikor, a volt, fú, nagyon mikor lehet. volt utoljára az, amikor egy három napra félreaktad a telefonat? Nem Nem volt. Tudom, nem Tehát nem ez a szakma, amit te űzöl, ez, ez, ez nem teszi lehetővé, hogy mondjuk egy digitál detoxos én időm legyen. Há. Amikor azt mondom, hogy olvasok, semmi vannam, és nem, és nem. Nem, meg, meg az a hogy tényleg annyi, és hát ez nem baj, mert jó, mert egyébként imádom ezt csinálni, és Persze. tényleg hálás vagyok az életnek, hogy ezzel foglalkozhatok, de hogy, hogy egyszerűen tényleg folyamatosan kattog az agyam azon, hogy milyen tartalmakat tudnék készíteni, akár mondjuk, hogy a zeneileg hogyan tudnék többet adni, vagy, vagy bármi, és vagy hogyan tudnék tényleg magamból többet adni, új dolgot készíteni, új dolgot csinálni, és ez egy folyamatos, nuh no, 24-es Abszolút. Az online helyett. Ti, ugye azt választottátok, hogy inkább az X-Faktor? Ja, szerepeltek. No, igen. És az ugye egy olyan kezdőlökést ad, ami ugye népszerűvé teszi az együttest, illetve téged is, hogy most külön kapitányként. Igen. Említem? Amúgy egy nagyon kétélű fegyver, mert hogy velünk például az történt, hogy amikor mi az X-Faktorba indultunk, vagyis hát felhívtak, hogy induljunk, mert mi eredetileg egy másik műsorba akartunk, ami sokkal inkább azt hiszem születik, volt, csak az akkor nem indult, Aha. és akkor utána hívtak az X-be. Uh -huh. És uh, mi előtte akkor meg egy három éves zenekar voltunk, mi már jártunk fesztiválokra, többre uh -huh. is, így az országban. Már nagy színpadosként, de mentetek. Uh, hát azért volt olyan is, hogy hát nem a legnagyobb színpad, Aha, a main okay. stage, de azért mit tudom én, ilyen Pepsi -szín, most kimondtam, bocsánat. Ne, ne, tehát nem. Ilyen mindegy, ilyen fél nagy Aha. színpadokon játszottunk. Fél nagy színpad, <laughs> megalakítjuk a fél nagy És akkor utána az történt, hogy voltunk ebben a műsorban, és átkerültünk egy másik ö, zenei kategóriába, így az emberek, meg a szakma fejében, és akkor utána pedig kikoptunk kb. ezekről, és akkor elkezdtünk így falunapozni, meg város, hmm. városnapozni. De hogy koptatok ki pont a, a fesztiválos Képzeld mert abban az időszakban, az, a, tehát hogy ez a fesztiválozóknak ciki volt. Ez Aha. a műsor, és ne, mert most már más van, mert most Aha. már azt csinálták, hogy ugye ők is, ő, ismerem a producereket, a mai napig beszélünk, hogy ők is ő, ő váltottak, hogy a fiatal közönséget, meg pont ez az, hogy piacképesebb ő, előadókat tudjanak gyártani, ők változtattak, gyártani. igen, változtattak a műsornak <gül> a <gül> tematikáján, és ezért van az, hogy most már tényleg az van, hogy akik mondjuk megnyernek egy, egy ilyen tehetségkutatót, akkor azoknak már nyílt uta van legalább mondjuk egy évig az összes fesztiválra, Aha. de hát abban az időben ez nem volt meg, hát akkor meg volt tiltva minden előadónak, hogy saját zenét játszan. Tehát akkor még arra sem volt ő. Mármint, hogy koncertre nem mehettél, úgyhogy a saját zenét. Én hát nem játszott. koncertre mehettél, hanem a műsorba. Ja. Tehát most ugye a az műsorban. van, ja, igen, hogy ez, ez a változtatás, ami szerintem jó ötlet volt a részükről, hogy az előadóknak írnak, vagy hagyják őket írni saját dalokat, és amikor ők kijönnek, akkor effektíve már egy kész termék van saját brendel. Hát ugye akkor az volt, hogy nem lehetett saját dalt hozni, csak feldolgozást, és kijött az előadó, és mondjuk elkezdett, mit tudom én mi nyomtuk ezt a sárkány erőszakorós tehát <laughs> akkor, és akkor kijöttünk, azt tudod, aki azt szokta meg, hogy az Aladint énekeltük, meg az abbát, akkor ja, az, azok az már nem hallgatta. Igen, az, mert... a láncot, nem értette, hogy... Ez, ez adja magát ez a monológot, hogy elindulnátok újra? Ö, azért nem mernék most már újra elindulni, mert... Ö, mert fú, hát ebből most hogy fogok kivászni? Most nyugodtan, nem indulnék el. Azt mondom, hogy kívánjuk, igen. de nem. Igen. Tehát hogy azért nem indulnék el, mert már túl sok mindenki is, hát már személyesen ismernek a mentorok közül. Aha. Túlságosan, és Tisztel. már ezért nem indulnék el. Aha. Réka, neked soha nem fordult meg a fejedbe, hogy egy kellemes, egy szággitár, bármilyen verzióval, vagy zongorázni tanultál, ugye? Zongor, meg gitározom, a gitározom is. Igen, igen. tehát hogy ez a két hangszer megvan, hogy még elindulsz, és akkor én így... indult a Mix Faktorba, akkor, ez nem jutott el Ez nem. Igen, én ott találkoztam a férjemmel. Én indultam, csak nem kerültem be adásba, mert akkor az te, első... Akkor tudtad, hogy nem Ezért nem, jutott, nem de akkor ez az, nem. az első válogaton komolyan. onnal kiejtett. Min aki dolgozik, hibázik, tehát ez nem... Tehát ez komolyan... De, aha, Ezért futottál be. Azt, mondta, azt mondták <laughs> nekem, hogy nincs bennem semmi különleges. És azóta követik azok az emberek az oldalad. De ez a szép. Egyébként benne. igen. Amúgy ez a furcsa, igen, ebbe, ami miatt ilyen, tudom, hogy a só miatt ilyen kell nagyon erős szavakat használni ezekbe, de hogy pont ettől van, hogy szerintem megint egy kicsit át fog kerülni abba a kategóriába, amiben akkor. Volt, amikor mi indultunk, hogy et, ezek a kijelentések miatt nem fogják majd, aztán megint ő, ő, legitimnek tekinteni ezeket a véredényeket, mert nagyon sok ő, előadó járt így, mint a réka, hogy oda ment, és akkor azt mondták, hogy nem, és aztán közben eltelik három év azok, még most is vannak, aki meg megnyerte, azt már nem is emlékeznek. Rengeteg ott... énekes, Igen, bocs. nem ezzel múlik, de őszintén szóval, amikor ez megtörtént ez a jelenet, akkor, akkor én utána magas. nagyon ja. rosszul éreztem magamat. Hát persze, hogy csak rosszul rosszul én olyan vagyok, hogy ha nekem valaki azt mondja, hogy nem, akkor még inkább. <laughs> akkor is úgy mondtam, akkor is megmutatom nektek. Mondom, hogy akkor is. Úgyhogy, úgyhogy, ez, ez még nagyobb lendületet adott utána, hogy ezzel komolyabban foglalkozzak, és hát utána kezdtem el ugye így a komolyan a saját zenékkel foglalkozni. Alapvetően két fajta ember szokott ott ülni a teszéket, az egyik, aki utána feladja, és teljesen elkeseredik, és már, vagy akinek erőt ad, és azt mondja, Olyan hogy nem jó. létezik a fejemben, hogy a feladás, jó, okay. amit elgondolok, azt vagyok. megcsinálom. Már erőszak is. É, igen. Én is ezt Egyébként ezt mindig azt, mindig azt Réka, hogy jó, dal. Dal. Ez nálad egy ilyen kategória. Mitől jó ma itt dal? Mitől jó egy dal? Igen. Az én, fe én fejemben. De igen, mint... tehát hogyha a mind a kettőtöknek ez a kategorizálni kellene, és azt mondjuk, hogy ez egy jó dal. Az mitől jó? Mondom, Mert az szerintem te... ez annyira sok mindentől függ. Mit tehát, tal? hogy nekem alapvetően, amikor meghallgatok egy dalt, az, hogy milyen, hogy kiválte belőlem valamilyen érzést. Uh -huh. És az, hogy mondjuk magamének tudom -e érezni. Én általában mindig a dalszövegre szoktam jobban figyelni egy dal hallgatásánál, és hogyha tudok azonosulni azzal a szöveggel, akkor nekem az már egy jó dal de hát mindenkinek más, meg én mindenfajta stílusban szoktam dalokat hallgatni, mondjuk az a nehezebb kérdés, amitől lesz valami sláger. Igen. Pedig arra a legegyszerűbb a válasz, hogy Mondd. Na de. és mi? Mondd, mondd. Én, 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 én szerintem, hogy ez, hogy mi, hogy mi től valami jó dal, szerintem ez egy olyan kérdés, ami az, hogy most a paradicsom, az gyümölcs vagy zöldség. Tehát, hogy... Ez csak személyre lebontva igen. tudjuk meg, hogy kinek hát mi a jó meg, dal, csak hogy meg, mit meg jön. Hát ilyen felhasználást, tehát hogy ugye a paradicsom az gasztronómiai szempontból gyümölcs, de botanikai szempontból pedig zöldség. És szerintem ilyen a jó dal? Tehát hogy szerintem az, hogy mi a jó dal, az szerintem van egy kérdés, hogy művészetileg és zeneileg, hogy mi a jó dal, vagy hogy értékesítésileg, hogy mi számít jó dalnak. És, és én szerintem, ami én szerintem jó dal, az az például, amit most ti csináltatok a Danival, cimbarámmal. Ez tetszik? Igen, szerintem az egy én tök jó dal. Szerintem az a jó dal, ami igényes, jól szól, jól van meghangszerelve, összhangzattanilag, zenelméletileg, hangmérnökileg mm. -hmm. Kerek. de értékesítésileg pedig az a jó dal, amit sokan szeretnek, Viszont meg sokan ismernek. És az ért... értékesítésileg jó dal az egyenlős sláger? Igen, és szerintem az a sláger, amiből slágert csinálnak. És ezt tényleg azért mondom, mert hogy... Ő... Akkor ez csak pénzkérdése? Hát ő nagyon sok összetevő kérdése. Tehát szerintem alapvetően az a, az a lényege, hogy sokan ismerjék. Ennyi a slágernek a lényege, hogy Ilyen. most azért ismerik sokan, mert éppen pont jókor töltötted fel az egyik videó megosztód, és azért látták sokan, vagy azért ismerik sokan, mert volt egy csomó pénzed megbúsztolni az adott notádat, mm. nótádat, vagy azért ismerik sokan, mert van egy jó barátod, és betolja a rádióba, a tévébe, vagy mert tényleg megtetszett neki, és azért tolja be, és egyfolytában játszák, és az emberek ismerik. Ezt a slágernek a titka, tehát Sem... annak nincs más, hogy... Ugye. Sok zenésszel beszéltünk már erről, és nagyon általánosságként kezd megfogalmazódni, hogy ma az a sláger, amit esetleg így elkapnak a rádiók, de alapvetően mondjuk fut a Youtube-on, és egy nagyon kis részletét fölkapja a TikTok. Ez igen. a három így összeáll, hát, akkor ebből lehet, érdemes mögé pénzt rakni, és lehet egy olyan slágert csinálni, amire esetleg majd jövőre is emlékeznek, hiszen tudjuk, hogy egy év alatt igen. 80 ezer. Igen, igen csak igen. nagyon sokszor van, ugye ez hogy egy részlete, ugye felkap napod TikTokon, és nekem pont emiatt rengeteg olyan dal van, amiből csak ezt az egy részletet hallottam, és fogalmam sincs, hogy a dalnak mi a többi része. És amúgy, ahogy megszólal, az rögtön tudom végig énekelni, de hogy ki az előadó, ja, hogy, hogy, hogy mi a folytatás arról, fogalmam sincs, és pont ezzel van a baj, szerintem a TikToknál, hogy igazából nem ismerik meg az előadókat, tehát hogy van egy dal, amúgy amit szeretnek, de Már hogy... elméletileg dolgoznak ezen, de amúgy én szerintem is, és hogy ez a tré. nincs, hogy ki az eredet. Tehát nekem is volt olyan de és így, most nem, én nem tudtam előtte Lizónak a munkásságáról, fogalmam sem volt, hogy ki ez a csak mondom, hogy tök jó, és rengeteg ideig csak így hallgattam, amikor felhozta a TikTok, és aztán láttam meg jóval később, hogy ki énekli, és hogy milyen menő. Meg hát a nagy kérdés az mindig az, Nálatok is, uh, trepp, illetve, illetve a más együtteseknél is, hogy angol énekeljek, vagy magyarul. A magyar dalok kihez jutnak el angol nyelvezettek? Tehát ilyen nagyon nagy. Néha nem is tudják, hogy az angol dalt is, tie, vagy angol szöveget is ti énekeltek egy dalt. Vagy... Tehát hát amúgy tényleg volt ilyen. Tehát, ö, ne, mi amúgy az elején kizárólag angol nyelvű nótákat készítettünk, és aztán tényleg jött ez a nyomás, ugye leginkább rádiók felől, hogy akkor kezdjünk el magyarul, és akkor igazából mi miatt váltottunk magyarra, de hogy, hogy, én szerintem, ez, most ez a gáz, hogy ezt mondom, majd szövegíróként dolgozok még, hogy én abszolút nem figyelem a szöveget egy dalba. Félnek. Én abszolút nem érdekel. Mindenki, minden zenész ismerős, mert mondja, hogy ő nem figyeli a Igen, szöveget. Mert én engem csak, én az, csak annyira a zenét hallom, és amúgy nekem ez is az áhíl lesz. Tehát ha engem egy műsorba hívnak, és, és, és nem saját dalt, általam írt szöveget kell énekelni, az én logikám alapján jönnek a rímek, és tudok azt hogy mi a következő Akkor én hatalmas nagy parába vagyok. Én az egyik legnagyobb szövegparás vagyok, pont emiatt. Mert annyira nem figyelem, hogy így nincs meg. Hallgatja a zenét, és közöfejben, másik szöveget így. Rám, mint ami az eredeti. Te, ne, abszolút nem. És pedig emelt magyaros volt, meg annyi magyar verset olvastam, mint szerintem nagyon kevesen, de hogy így, így, nem. Tehát a zenénél nekem a szöveg az valamiért ilyen nem. Emelt magyaros azért egy nehéz óvodai kezdés után még terül. <laughs> igen, <laughs> emelt magyaros. Most egy picit elmegyünk zenélni, aztán a reklám után innen folytatjuk. Üdvözlöm a hallgatókat, ez a 92.9 Spirit FM, benne pedig a hárman párban. Mai vendégeim B. Nagy Réka és Trep Kapitány. Hát ez nem egy szokványos bejelentkezés és indulás. Ez annyira zseni vagy, az elképesztő, én ezt nem értem. <gül> <gül> <Hogy>? <gül> Zseniális. Mondanám, hogy megtanítalak, de az a baj, hogy már több műsorban kiderült, hogy túl jó tanár vagyok, oh. és nem fogok kiképezni konkurenciát. <gül> Rendsor, <gül> nagyon jól tanítom ezt Komolyan. a hülyeséget. igen. Most már tudjuk azt, hogy a beatbox az nem egy harcművészet, ugye, mert ilyen is volt. Ö, igen, igen, nagyon vicces, hogy ö, még régen ö, az előző páromnak a nagyapja, kivel több évig együtt voltam, hát nem az nagyapjával, hanem azzal a párommal. Ez cságunk igen. Együtt voltam a fankaderivel és egy nagypapával is. Igen, igen, és hogy ő volt az, hogy évekig is kérdezte, és hogy nem amikor ideges, akkor nem agresszív, meg. Izé... Miért? Hát, hogy művés, Hát, hogy tudod, hogy ilyen harcművész, és ők végig azt hitt, hogy amikor én hétvégén eljárok, én nagyon verek mindenkit. Aztán kiderült, hogy csak így pürcögök a számmal. Ja, Na, mert hogy a beatbox. beatbox úristen, Isten, nem, nem, értettem. Igen. <laughs> Egyébként, ha már a család szóba került, azt úgy hallottam, hogy apud minden kommentet elolvas, vagy legalábbis. Igen. Régen ő nem húzza föl magát a negatív kommentet. Nagyon. De, na, de olyan aranyos, és így mondja nekem, hogy nem olvastad, hogy mit írt, az oda mennék és megvernék, hogy írhat neked ilyet. És mondom, apa, nem szabad olvasni. Mondom, inkább ne is mondd, mert már nem fogom olvasni ezeket a kommenteket, meg nem is olvasom, már jó ideje. Nagyon kiakad rajta. Tehát így úgy felmegy benne a pumpa, de mondom hmm. neki, hogy nem szabad olvasni. Ez a, Ez a... Ahogy én is ebbe hiszem. Nem, szabad. Te olvasod a kommenteket egyébként? Ö, tehát az a baj, de bennem eszembe se jut, tehát egy kicsit lehet, hogy tényleg volt értelme kivenni az óvodából, mert lehet, hogy szociopata vagyok, de hogy így, hogy, hogy nekem azt kellett megtanulni, és ezt tényleg abban a műsorban kezdték el nekem tanítani, hogy kezdjek el foglalkozni az emberek véleményével, mert egy akkori újságíró, az mondta nekem, hogy az a baj, kapitány, hogy érződik rajtad, hogy, hogy téged tényleg nem érdekel. Nek ezek a véredények, így szoktam hívni, mert hogy így lepörög rólad, és azt mondta, hogy Magyarország az a popkultúra, hogy abból lesz popstár, akit lehet bántani, és utána ő neki az érződik, Ó, hogy az akkor neki... akkor nekem nagyon popstárnak popztárnak kellene. És hogy akkor érzik rajta, hogy az neked fáj, és akkor lehet így csámcsogni rajta meg, és, több, és akkor mostanában így próbálom, hogy játszani hogy megsértődök, meg így visszaírok a kommentelőknek, ilyen tök jó szórakozás, csak egy idő után elfogynak, tudod, és akkor így nem írnak többet pedig tök jó szórakozás. Az oldalaidat azt mondjuk mindig te kezeled. Igen, igen, csak tehát én. A, aha. Minden. Akkor azért a stresszel jár. Stresszel, Még... meg egyébként rengeteg időt veszel. Pont az egyik barátnőm mondta nekem, hogy most elindította magának egy ilyen oldalt vállalkozáshoz, és mondja, hogy te tényleg ennyi idő megírni normálisan -e egy, egy szöveget, amit ugye a poszthoz írnál. Tehát, hogy hát elveszi a fél napomat ez az egész, hogy a social médiára posztoljak, mondom. Én az mondtam. egy nagy kérdés nekem mindig a fejembe egyébként, hogy így a zenélésre mikor jut időd, tehát vagy a zeneírásra. Arra meg ahhoz, lehet, hogy rosszul gondolom így két zenész előleg de ugye ahhoz iklet kell, ahhoz téma kell, ahhoz valami olyan gondolat, valami olyan cselek, valami kell, Igen. ami elindítja az egészet. Igen, de hál' Istennek azért tud ez a virág olyan szürke lenni, hogy mindig van <laughs> mi miatt megbontani a vénánkat és kiereszteni a, a kreativitás, szerintem nem. És mindig. akkor mindig van valami, amit így kiírhat magából. Egy művész szerintem, amikor az van, hogy mondjuk ki nem tudsz írni, az inkább azoknál fordul elő, meg nálam is akkor fordult elő, amikor ilyen ipari szinten írtam másoknak, Aha. és akkor így ki tudsz folyni, de Az Ez ír... a dalkorszak volt? Hát meg igazából egy ilyen, a Covidnál, amikor volt az a karantén, amit amúgy tökéleztem, ott lehetett csinálni digitális izé, meg mindent, ilyen <laughs> Igen. telefont félre rakni, akkor volt, hogy így valami így átpattant a fejembe, és igazából csak azóta van az, hogy így nem annyira írok másoknak nótát, vagy tényleg. De most, most az a, az a fresh hogyha mondjuk felkérnek, Egyrészt, hogy van-e egyáltalán kedvem hozzá, uh -huh. utána pedig azt csinálom, hogy nem futok több kört, mert dalszövegekbe se. Tehát, hogyha elküldöm, és hogyha elkezdi mondani, hogy így, hogy, így, hogy, így, hogy nem ezt képzelte el, és utána nem is tudja megmagyarázni, és pont azt mondja, hogy olyan szavakat szeretne benne, ami benne van már, érted? Amit az első körben megírtam, akkor inkább azt mondom nekik, hogy figyelj, ajánlok mást, mondom a többi művész kollégát, és menjenek oda, és akkor így ez van. Mert hogy abba tényleg ki lehet érni, de hogy szerintem olyan nincs egy, egy zeneszerzőnél, hogy, hogy nem tud miről írni, Mind vagy mit kijerezteni. Csak akkor fordul elő, nem, hogyha másnak kell, és ő rá nem tudsz Én nem, nem szoktam, úgy, hogy ezt nem tudom. Igen. Megfordult a fejedben már egyébként, hogy másnak írjál? Én egyszer írtam már másnak dalt. Akkor el. már újra teszem fel. Tehát hogy kinek írtál egyszer? Uh, Juh Juhar Zsófinak írtam. Ugye az énekiskolájában uh -huh. az énekelt, meg így több tehetségkutatóban, meg volt Sztármasztárban, meg ilyesmiben is. Úgyhogy neki írtam az első dalának a szövegét. Én egyébként nagyon szívesen írnék másoknak, mert sokszor van az, hogy otthon leülök, és kipattan a fejembe egy szöveg, megcsinálom, és tudom azt, hogy ez nem feltétlenül az én stílusom, hanem mondjuk más karakterű előadó sokkal jobban illene, és tök szívesen odaadnám neki, mert tudom, hogy ő jobban tudná előadni. Mm -hmm. Vajon nekem is van? Van? Igen, volt nekem is ugyanez, hogy éreztem, és úgy éreztem, hogy valakinek jobban feküdne az a Például Olág volt ilyen, hogy neki uh -huh. volt, hogy így ajándékoztam Jó, mondjuk dalocsken. ilyen teljes végletekben is van, és nekem az egyik kedvencem a Suhancok és Öfman. Ja, igen. Az zseniális. Tehát, hogy ezek azok, amik így igazából szerintem iszonyatos tömeghez eljutnak, mert ott azok felé is megnyílik, mondjuk egy beatbox világ, aki fogalma nem volt ideig, hogy ilyen van. Igen, ez egy olyan projekt volt, mert Réka, szerintem, nem tudom, azt annyira, annyira sokan nem ismerik, de utána azt a fricskával is csináltam igen, ugyanezt. Igen, ez az egy a táncos videó, ahol néptáncra tulajdonképpen, vagy alapra uh -huh. alapot képezel a beatboxsal. Igen, és ennek az a, az izgi része, hogy én amúgy tíz évig néptáncoltam, tehát tök vágom ezeket a csapásokat, amikor amúgy borzalmas zenét írni, mert tök nem olyan periódusúak, mint egy popszám. Uh -huh. Igen. És, és akkor azt csinálom, hogy ugye nem is tudom, hogy hogy mondjam, tehát egy ilyen kiegészítő ritmusokat adok hozzá, az ő csapásaik az is ilyen tök érdekes, ilyen perkusszív műsor, és közben meg táncolnak rá. De Ami ilyen zeneileg közös bennetek, az biztos, hogy az, hogy mert felvállalni önmagad, ez mind a kettőtöknek egy ilyen erős üzenet. Tehát, hogy alapvetően mert elfogadtatni, és mert felvállalni önmagad. Ez ilyen alapoktól kezdve megjelent mind a kettőtöknél. Igen, nekem ez a legfontosabb, mert Gyerekkoromtól kezdve mindig kaptam a külsőmre, meg megjelenésemre ugye a bántásokat, mindig is egy picit úgy más voltam, mint mások, és rájöttem, hogy pont ez a jó, hogy nem hát kell igen. mindenkinek ugyanolyannak lennie. A másságot hogy értettem miben? Mert ha most így rádnézek... Nincs, nincs. Tehát igazából... Ez tehát, jó. Hogy igen, tehát, de, de teljesen elfogadható. Tehát hogy az, hogy most hajszél, meg ezeken már szerintem 2022-ben nem. nem hiszem, most hogy már az ember Nem, de, de azért régen az, hogy mit tudom én egy kicsit mondjuk más stílusban, egy kicsit extrában öltöztem fel, az akkor, az, az durva volt. Tehát, hogy most azért látom már, hogy hogy öltözködnek gimibe a, a, a diákok, és Hát Kb. úgy, már. mint én vagy, vagy tehát, hogy bárki... Tehát, Te az elfogadhatóbb. Hát konkrétan lassan tényleg ott tartunk, úgyhogy az, ez, ez, akkor igen. tényleg ez, ez, adott egy ilyen támadási felületet, de nem tudom, ez is megerősített. És, 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 tudom, hogy nagyon sokan most is ugye bántásokat kapnak arra, hogy hogy néznek ki, akár hogyha egy kicsit ugye húsisabbak, mit tudom én, szeplős az arc, bár az most pont divat, de tehát, hogy bármire ugye az emberek beszólnak a másiknak, és szeretném azt sugalni a követőim felé, hogy meg

ne érdekelje az őket, hogy, hogy mások mind mondanak, mert hogyha ő úgy érzi jól magát, akkor merje felvállalni azt a készre. Ez a legfontosabb, hogy önmagunk lehessünk, mert hogyha nem vagyunk önmagunk, akkor nem tudunk boldogok se lenni. Élünk egy dobozban. Igen. Ez A ugye ez, másképp működik, mert ugye te azért, mert hogy nagyon gyorsak voltak, ha jól emlékszem, a tagcserék, ezért kitaláltátok ezt a maszkos verziót. Az előző zenekarany, tehát pont amit itt az egyik kolléga szünet alatt említett, aki még a hip-hop korszakból ismert más formációimat, ott mindig ez volt volt, hogy ugye ott volt mindenki, akkor kicserélődött egy tag, akkor már ne ez legyen a név, és akkor már 8 millió produkció volt, amik így felforgácsolták, mit tudom én, a saját épített platformodat, vagy bármit, amik még régen voltak, akkor még Facebook se volt. De hogy én alapvetően az, nálunk ez az arculat, ez úgy jelenik meg a sudrászban, hogy hogy én azt vettem észre, hogy ez a az embereknek a szubjektív valósága, vagy a saját maga, hogy él meg dolgokat, és nem látja a kerek egészet, az, az, az a legnagyobb hiba, ahova vezet, az az, hogy adunk egymásnak tanácsokat a saját ő, élettapasztalatunk alapján, vagy a saját komplexusunkból fakadóan, és ilyen teljesen rossz útra sodrunk ezzel másokat, és én inkább ezt a fajta önmagunk elfogadását és megtalálását, inkább azt mondom, hogy hallgassuk meg ezeket a véredényeket, amiket ugye ránk öntenek, és aztán nem feltétlen kell őket megfogadni. Tehát szerintem el kell gondolkodni elsőnek azon a varázsszón, hogy miért mondhatta azt. Mert lehet, hogy rájössz, hogy valójában csak bántani akarsz, vagy valójában csak rossz napja van, vagy valójában csak lenni. le akar téríteni az útról, mert látja, hogy te jó úton vagy. És hogy így, így, így elfogadni, hogy nem biztos, hogy más jobban tudja azt, hogy neked merre kell tartani, és hogyan nálad. Kit bántottál meg Réka utoljára? Én? Szerintem a férjemet. <laughs> nem kell sokat gondolkodni. Ez de az a mindent, nem? de most milyen téren megbánta? Ne hát... Teljesen, de, mint ahogy a fogalom benne van a révai lexikon, hát Most úgy megbánt, hogy mit tudom, én véletlenül kicsit bunkóban szóltam hozzá, mert mondjuk frusztrált vagyok, mert mostanában ilyen nehezebb időszakom volt, akkor azzal megváltom, De egyébként ő az egyetlen, aki kapja ezeket a sérelmeket, <laughs> a sértéseket tőlem, senki más. Másokkal mindig kedves szoktam lenni. Te, te kinek bocsájtottál meg utoljára? Uh, Megbocsájtott? Hát, ez nehezebb kérdés, mint a másik. Jó, hát a hölgyem. Szerintem hát, hogy az a baj, hogy én olyan vagyok, hogy tehát nem úgy vagyok haragtartó, hogy azzal az illetővel a most ő, ilyen hogy van, szép szó erre. Nincs és szép szó. Igen, csúnyán viselkedek onnantól kezdve, de hogy nálam az van, hogy ö, ilyen dobozok vannak a fejembe, és akkor hogy van, 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 egy bizonyos szint, amit ha valaki átlép, mondjuk vagy IQ miatt, vagy mondjuk ilyen gerinctelenségbe, akkor az bekerül egy olyan dobozba, amitől én utána már így nem veszem olyan teljes értékű valakinek, és én igazából emiatt így nem bocsátok meg soha. Aha, tehát ez hát nincs harag, tehát ez nem jön nem megbocsátás, hanem azonnal kezdve abba a dobozba van, az akkor a csicska dobozba van, és akkor így ugyanúgy izé. <laughs> hát jó, nem szeretnék veled rossz venni, ugyan, de de ugyanúgy jó fej vagy vele, ugyanúgy aranyos, csak mondjuk érzi rajtad, hogy már így nem számít a, a véleménye annyit neked, meg hogy így nem veszed annyira ember, komolyan, <laughs> bocsánat, ilyennyi. Ez olyan, mint a sivatagi sóból, akkor a sakálok, akik csak járkálnak egymás mellett, és Igen. nézik, hogy ki. Apám mondta nekem a régen, hogy fiam, légy fűszál a sivatagba, mert ugye ez is a sivatagi sóban van. <laughs> Igen. Majd megtudhatják, hogy mit jelent, ha megnézik a dokumentumfilmet vissza. Igen, ez a megbocsátás, ez mindig, mert ugye nagyon nehéz átmászni már utána egy másik dobozba és visszakerülni erre, vagy nálad ez működik? A hölgyeknél ez, ez könnyebben működik? Én vagy most pont miközben te mondtad ezt, én azon hogy nekem volt olyan, aki így megbántott így az elmúlt időszakban, és én rájöttem, hogy nekem van olyan, hogy egy hirtelen megbánt, aztán így el is felejtem. Nem tudom, engem... Neked eleve, alapvetően minden riportban van egy mondatod, hogy teljesen mindegy, hogy ki mit gondol rólam. Igen. Tehát, hogy így, így e megbántani nekem. Így... Ezen, <laughs> ezen gondolkoztam, hogy, hogy ki, mikor bántottak meg utoljára. Mert ugye csak az tud engem, úgy igazán megbántani, hogy igazán megbántanék, ugye közeli hozzá tartozó barát, vagy ilyesmi nem tudom, hogy esetleg meg is bánt, mert elfelejtem. Én így hirtelen ok, mit amin akkor fáj, aztán én elfelejtem a dolgokat, elengedem. Én, nem, ne, nálam is az, ami, ami felidegesít engem, az nagyon ez a, a, kettős mérce, meg amikor valaki nem veszi észre magában azt, hogy pont azt csinálja, ami, ami mondjuk a másik, tehát ez, hogy a saját szemében a gerendát, másban meg a szágát is. Tehát ugye az az igen. a szint, amit én úgy szoktam érezni, hogy most te tényleg ennyire szubjektív vagy, akkor hagyjál már. <laughs> Jó, hát ez így működik. Egyébként te a főt nőnkívüliek, ha egyszerűen hogy az arra érdemes embereket elvihetnék, és akkor onnantól kezdve csak az mar, azok maradnának itt, akik gondolom egy kisebb dobozban vannak, vagy Igen, egy lentibb dobozban lesz van. ez. Ezt hívják bizonyos vallásban elragadtatásnak szerintem végül is. Mondjál két mondatot? Hát azt hiszem, de azért nem vagyok ezzel nagyon képbe, hogy ugye egy több vallásban csak ilyen másfajta megnevezéssel van ez, hogy eljön majd az a pont, amikor mindenki innen, ebben a létben, amiben létezünk, erről a síkról eltűnik, és ugye csak azok maradnak itt, akik, akik mit tudom én, a lángos dobozba maradtak. <laughs> Egyébként Réka, ha te nem ezt csinálnád, bármi miatt megszűnnének a műszaki eszközök, nem lenne hangod, mit csinálnál? Tehát mit, mit tudnál úgy elképzelni? oké, okay, de, nem, nem mit tudnék elképzelni. Igen. Hát, én gondolkoztam ilyesmiken, lehet, hogy tudom, hogy ez ilyen basic, de sminkes lennék Aha. szívesen, de most ugye én lovagolok Western stílusba, és elgondolkoztam uh -huh. azon, hogy elvégeznék egy edzőit. És de. akkor foglalkoznék gyerekekkel, meg, meg oktatnék. Onnan tovább kaszkadőrséggel, és, minden egyébben... <síns> Persze, ami... <síns> utána már én leszek a filmekben, ugrálok le a lovakra <síns> <síns> Szóval én valami ilyesmit képzelnék el magamnak. Egyébként a, azt mondtad, hogy anyukától örökölted azt, hogy az állatok vesznek körül, méghozzá nem is kevés az mi az, amit így mindenféleképpen úgy szeretné csinálni, mint amit anyud, és mi az, amit teljesen tudod, hogy ez biztos, hogy nem így fogom csinálni, mert ez így nem... Hint, Három gyereket felhívni nem szeretnék, köszönöm. De, anyukámtól egyébként nagyon sok mindent tanultam, nagyon sok, tehát hogy én nagyon felnézek édesanyámra, úgyhogy én, én azt tudom, hogy én nem tudnék ennyire anyuka lenni, aki ennyi mindenről lemond. Én uh -huh. ehhez túl önzőnek tartom magamat, én mert, ezt mert foglalkozom a, gyere a gyerekeimmel, tehát az állataimmal, rájuk úgy tekintek, mint a gyerekeimre, de hogy ugye nyilvánvalóan őket mondjuk otthon lehet hagyni három órára egy gyerekkel, ezt már kevésbé tudod megtenni. És Megtehet, hogy az csak szokták, azt is be kell rakni egy terárionba egy itatóra. Azt szokták mondani, hogy ha megfőképpen a kádat kizsírozod és beleragad, akkor olyan <laughs> <rá kell>. <laughs> Tehát, <gül> hogy ez én ters. nem tudnék ekkora türelemmel lenni, meg uh -huh. így egy gyerek felé, mint például édes és ő annyira jól bánik a gyerekekkel. Tehát, hogy én három gyereket biztos nem tudnék felnevelni. Hát én pillanatban azt hiszem, öt kutya van, egy sűn, meg most már igen, ló, Most ugye meg egy ló van. Na, meg egy ló, igen. Tehát azért az így... Igen, tudom, de az állatok más. Az állatok nem Eket tudnak beszélni. Kellene. Amúgy ez, ez a legfontosabb bennük, amúgy, amit a fajnak, hogy nem tudnak beszélni tényleg. Igen. Nem tudnak felidegesíteni. Ugye. Igen, <laughs> és, és csak akkor oda jönnek, megszeretgetnek, de, de nekem ugye van egy öcsém, nővéremnek van két kisfiasz volt, én rengeteget voltam gyerekekkel, tudom, tehát hogyha most kvázi születne egy gyerekem, mindent pontosan tudnék, hogy mit kell csinálni, mert pelenkáztam már életembe, füldettem minden, de hogy egyszerűen hosszú Van egy ilyen van... kettőség, mert ugye te fiatalon szerettem a férhez menni, ez mind össze jött, de akkor nem szeretnék fiatalon szülni. Nem szeretnék. Aha. Nem, nem, még én úgy szeretnék majd egyszer gyereket vállalni, amikor azt érzem, hogy nem maradok le semmiről, mert most azt érezném, hogy hogy kimaradok akár így a karrierből, vagy, vagy, vagy így úgymond az életemről lemaradnék. És akkor hmm. szeretnék majd gyere, gyereket, amikor 100 százalékban rá tudok koncentrálni, mert a legjobb gyerekkor szeretnék. Megnyugtatlak, van az a típusú ember, aki soha nem fogja azt érezni, hogy nem marad le valamiről, hanem mindig hajtja az a belső motor. Én ettől mindegy, tehát én ezt igen. aláírom, hogy olyan fajta belső hajtóerő van, hogy mindig azt jelzett, hogy még, még, még valamit csinálnom kell, még valamit le kell raknom az asztalra. Az, igen, hogy... bennem is ez van, azt már őszt a halántékom. <síthat> <síthat> Egyébként, igen. ha te nem zenélnél, mit csinálnám? Én, hát amúgy az a vicces, hogy én mindig zenéltem, sose csináltam mást, viszont pár évig dolgoztam reklámgrafikusként a zenérés mellett. Ja, igen, tény. Viszont azt nem csinálnám. Szerintem én, de hát ezt mindenki tudja a baráti társágomból, én egy igazi kajak lennék, <laughs> és valahol vidéken, ahol még, ami, még megmaradt a biztonság, ott ott, 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 lennék szerintem, és akkor ilyen saját kertem lenne, furt kutam. Azt mondtad, Ó, a, mondjuk az nagyon, az így nagyon így lehet. Azt mondtad, hogy ha megnyernéd a lottöltöst, akkor borbirtokod lenne, házi uh, vagy igen. itthon, vagy Olaszországban, de t -t valahol. Hát most is ez lenne, még most is ezt mondanám, hogy tényleg ez lenne a Réka? Nekem egy menhelyem lenne. Én nyitnék egy menhelyet, hogy minél több állatot be tudjak fogadni. Nekem ez az álmom is egyébként, Aha. hogy nem tudom, 10-15 év múlva legyen egy saját menhelyem. Nem gondolkoztál soha abban, hogy még olyan követő bázisod van már, hogyha egy alapítványt létrehozol, akkor ez már akár meg is valósulhatna. Ez most legyen egy ilyen felszólítás, a hát, követő bázis most Gondol, elke, tehát elkezdtem már ezen gondolkozni, de azért jó nagy falat beleállni egy ilyenben, meg rengeteg energia. Há, meg idő. Meg idő. Úgyhogy ez még szerintem ennek még nem most jött el az ideje, de hát így is legalább próbálok azzal segíteni, hogy ha találok egy kutyát, befogadom magamhoz. <laughs> vagy ugye nyilván segítek a, az ilyen különböző alapítványoknak, hogy örökbe fogadjanak tőlük, meg megyek önkénteskedni. Há. Tök jó. Van egy új klipetek, aminek a, a címe nagyon sokat fog a rékának mondani. Ugye azt hiszem, az a címe, hogy Félni a sötétben. Igen, most már annyira nem új. Azt hittem, hogy végül elküldtem nektek, de elfelejtettem, hogy lesz egy dal a Igen, azt De aztán nem, nem küldtem, nem. El, majd, majd futunk még egy Ez a velem. Félni a sötétben? Félsz a sötétben. Igen, Igen. ezt... Félszer a sötétben? Igen. Bocsánat, félszer a sötétben, ezt így Réka nevében kezdem, hogy honnan jött ez a dalötlet és a téma? Aztán majd a Réka elmondja, hogy miért kérdezem. Ö, igazából van az ember életében práne, amikor szerintem nagyon hamar kell, hogy felnőtté váljon, mondjuk ilyen 17-18 évesen, és ilyen teljesen önálló, önellátóvá kell válni, akkor hirtelen azért a világ az ilyen nagyon hamar kinyílik, és így rájössz, hogy azért nem minden izé virágillatú, és nem vatszatukorból vannak az ülések, <gül> <gül> és akkor azért ilyen csomó minden félelmetessé válik, és ugye az ember, ami fiatal, akkor lehet, hogy hibázik is, vagy nem jól csinálja az életét, és akkor ilyen nehezebb körülményekben ő, kerül, és igazából erről szól ez a fajta sötétség, hogy amikor mondjuk így tényleg mondjuk, meg vannak szerencsésebb emberek, akiknek meg hál' Istennek tényleg vannak ilyenek, akik, akiknek úgy adódik, hogy a család tud biztosítani egy olyat, hogy, hogy már biztonság van, mondjuk legalább egzisztenciálisan, hogy azok mondjuk ezt kirántanák alól, és akiknek ugye nem a sötétségben öttek fel, hanem csak vendégek ott, ők félnek -e a sötétben, erről szól valójában ez. Ék a félszer a sötétben. Igen, <laughs> az <laughs> azért hoztuk ezt hogy én rettegek a sötétben. De te a kajak, be, igaz, igen, 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 a sötétben, tehát hogy lekapcsolódik a vér, és én elkezdek sírni, ilyen pánik jön el. Az azt jelenti, hogy érzékeny vagy amúgy. Hát az egy <laughs> úgy értem, hogy érzékeny, hogy szerintem így nyitott is vagy érzékelni bizonyos igen. dolgokat. Igen, én biztos is vagyok ebben. Meséltél másik adásban arról, hogy szellemekkel történő kontaktálódás volt. én nem emlékszem. Már igen, a igen, igen, igen. csak el. Tehát, hogy, Én voltam És a egyből mert... lassabban beszél, és így kinyitja. Ah, no, de nem, de... most elkezdtem félni, ki fúj a szél. Nagyon félős vagyok. Igen, van még ilyen fajta ezen kívül, ami ilyen rettegést okoz, vagy pánikszerű, okoz bármi magasság. Nem, ezek a, a kígyók. A kígyók? Igen, azoktól is rettegek, és hogyha látok már valahol valami kis zsinort, mivel miatt is képes vagyok megijedni. Ja, tényleg félértés ne esik. tehát én sem egy bátorságú vagyok. Tehát most ez nagyon komolynak tűnt ez a monológ, de hogy ahogy, ahogy, idősödöm, vagy hát így növök fel, nem tudom, hogy szóval mondjam, érek. É, igen, igen, tehát, igen. hogy régen semmi bajon nem volt, már félek a repülőn. Nem merek hajóra se szállni, hogyha ott kell koncertezni, mert már nézem, hogy el fog süllyedni, visz magával Abszolút uh, átom érezni. ez is és megnyugtatlak, hogy 50 fölött ez még erősödik. Igen, tehát, kérlek, sötétben, tehát hogy félsz a sötétben, tehát tehát igen, én is félek a sötétben, tehát ez nem azt jelenti, hogy én nem félek a sötétben, nem azért írtuk ezt a dalt, mert hogy mi a sudráz nem félünk a sötétben, mi is be vagyunk darázva szóval mindentől. mindenki fél egy picit a sötétben, nem? Igen, mert bizonytalanná válik minden, igen. nem találod A... Volt egyébként egy kiállítás, a néplégedben nagyon hosszú ég, nem tudom, van-e még, ahol ki lehetett láthatatlan kiállításnak hívták. Igen, mi ahol... -e. És, és mint az, ahol a... Úgy kell végig mint hogyha... Így van, mint jó, a nem látás. Igen, igen, mint hogyha látás. Azon ott voltam, mert el kellett menni osztálykirendulás... Osztálykirándulás. Nál, egy nem tudom, de el kellett így menni, és annyira féltem, hogy végig sírtam, mert nem akartam bemenni. Egy nagy élményt adott az iskola. Amúgy kérde. az nyugtasson a sötétben, mert mint, hogy ami a fizikai sötét, hogy engem tényleg mindig ez nyugtat, hogy, hogy a legveszélyesebb élőlény és a legnagyobb veszély, ami leselkedhet ránk az életben, az az ember. <laughs> és az ember nem lát a sötétben. Tehát ilyen tekintetben nagyon nagy biztonságban vagy esetében. Én attól félek, hogy látok valami szellemet, vagy démont, vagy valami, hogy megjelenik előttem egy kép. De hát azt el tudod küldeni. Azt mondod neki, hogy nyugodj békében. Igen, tudom, hogy vannak ilyen megoldások, de nem tudom, rettegek. Azt hittem, egy zászló lesz a műsorban, de nem. Zöld is fel kell húzni, meg ilyenek azt ez zseniális beszélgetés volt, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Időnk sajnos lejárt, bár még 1600 millió kérdés lenne. Nagyon-nagyon sok sikert mind a kettőtöknek, és új dalokat, és még, még töregvéseket, és belső hajtóerőt, ami bárhova is vezessen, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Ez volt a hárman párban a Spirit FM 92.9-en, kövessenek minket, és találkozunk a jövő héten.